Zsebrov hosszú távon intenzív, lendületes futballt akar látni csapatunktól, ennek érdekében azonnal belevetette magát a munkába. Szerdán két edzést is tartott, hogy fokozatosan olyan együttest építsen, amilyet látni szeretne. A délelőtti rendkívül változatos tréningen a pálya öt helyszínén öt különböző gyakorlatot kellett végrehajtaniuk a játékosoknak. Az erősséget, az erőnlétet és a befejezéseket egyaránt gyakorolták a futballisták. Bravo, Földi! Mai edzésen egyből egy futástesszel kezdtünk, ugye két csoportban voltunk, a fiatalabbak voltak először, miután mi megcsináltuk, utána inkább egy kis labdás rész volt, ami egy kicsit inkább arra ment, hogy újra generálódjunk gyorsan. Utána volt egy kondi összekötve befejezésekkel, ezt láttátok több állomáson, és lényegében ez volt a mai edzésem. Nyilván most délelőtt egy kicsivel lazább edzés volt, délután lesz a keményebb, a csapat részeknek az összehangolása. Nyilván kevesebb idő van pihenni, de hát ezt hasznosan kell eltöltsük. Mert teljesen mást akarunk játszani, teljesen más fogunk játszani. Azt gondolom, hogy kell még egy kis idő, mire egy teljesen így megszokjuk egymást, de azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Nincs baj a szigorral, meg a keménységgel? Nincs, én azt gondolom, hogy ez jó is. Amikor egy teljes hét áll rendelkezésünkre két meccs között, normális, hogy egy-egy napra két edzést is beiktatunk. A jövőben is rendszeresen megtesszük ezt, hiszen nem csak az aktuálisan következő mérkőzésre kell felkészülnünk, hanem a teljes szezonra is. Természetesen fontos a változatosság, nem lehet minden edzésen ugyanazokat a gyakorlatokat végezni. A játékosok örömmel dolgoznak a tréningeken, egyre erősebbek lesznek, és remélem, hogy ez megmutatkozik a meccsen is. Nagyon intenzív nap volt. Az új edző sok mindent meg akar változtatni, de ez normális. Mentálisan is rendkívül intenzív edzések voltak, de folyamatosan keményen dolgozunk, hiszen fejlődni akarunk. A második tréning pontos programjának összeállításakor az edző a GPS adatokat is figyelembe vette. Folyamatosan intenzív labdás feladatokat végeztünk. Alaposan fel kell készülnünk a következő mérkőzésre, és szerintem jó teljesítményre leszünk képesek. For the next game, and I think it will be good. Gyere,